ismét szomorúan beszélgetünk egy hazai meccs után, de azért ez most kicsit más volt, mint az előző hetekben. Itt a Vak is láthatta, hogy a 60. percben a kiállítás az teljesen megváltoztatta a meccsnek a képét. Mit gondolsz elsőként arról a szituációról? Hát nem néztem még vissza a felvételt, de nekem onnan 30 méterre voltam az esettől, egyértelműen úgy tűnt, hogy a Rados nem ért hozzá az ellenfél játékosához, feldobta magát. Nagyon határozott volt a játékvezető, bízom benne, akkor is ilyen határozott lesz, amikor átgondolja azt, hogy egy csapatnak a munkáját teszi tönkre. Én úgy gondolom, hogy ez döntően befolyásolta a meccs kimenetelét. Hát ugye a kiállítás után sem álltunk vissza, próbáltunk támadni, próbáltunk hazai pályán győzelemre törekedni, két csatárral játszottunk, sikerült is egyenlítenünk, de hát úgy az viszont egyértelmű, hogy az MTK annál jobb csapat, hogy egy ilyen előnyt ne használjunk ki. Nyilván ott a 60. percben új meccs kezdődött, addig, amíg egyenlő erőkkel volt a két csapat a pályán, mennyire tudták megvalósítani a fiúk azt, amit kértél tőlük? Én úgy gondolom, hogy egyértelműen egyetlen egy problémám volt, hogy megint rengeteget kerültünk mögéjük a szélén, és a beadások, a benti mozgások azok, hát nem tudom, hogy miért, de nem olyan voltak, amiből olyan nagyon nagy gólszerzési lehetőségeink lettek volna. Ugye jól emlékszem, talán a Balajti Ádi lába előtt csúszott el még az első fél időben egy labda, szerintem az egy elég nagy zicser volt. Hát annyi még, hogy itt ezek a kezdezések a 16-osomból egyre nem tudom hova tenni, utána nézek a szabálynak, mert biztos, hogy én ismerem bosszul őket. 1-0 után ugye dicséretesen vissza tudtunk jönni egy nagyon szép góllal. Nyilván itt már felesleges ezt fejtegetni, de akkor mit lehetett volna betolni a buszt a kapu elé? Tudom, hogy ez nem jellemző rád, vagy te akkor is abban bíztál, hogy még emberátrendben is megfordíthatjuk a meccset? Most egy MTK ellen beállni, az egy öngyilkossági merénylet szerintem. Annak olyan képzett jó játékosaik, akik ezt ki tudták volna használni. Én úgy gondolom, hogy akkor is becsúszhatott volna egy, most hogy 2-1-re vagy 4-1-re kapunk ki. Én úgy gondolom, nyílcsisakos játék volt végig, megpróbáltunk egyenlíteni. Sajnos nem sikerült, gratulálok az MTK-nak a győzelemhez. Köszönöm szépen.